majd lehet segíteni a Dave the Diver. Persze, 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 csak várjál, mert nekem is el kell indítani, meg átírni a játékot, meg címet. Ez tök jó, csak már megint 120 player összeszedni. Nem kell egyébként KV Junior. Én mondtam nekik is, hogy az ilyen letöltős dolgokkal egyébként az a baj, hogy ha egy olyan közösségről van szó, ahol nincs óriási fluktuáció, hanem egy viszonylag családias közösség, nem lehet mindig 120-akat csinálni. Úgyhogy igazából én annyit mondtam nekik az együttműködés kapcsán is, hogy oké, csináljuk, nyilván lesz egy számláló, megy, ameddig megy, most én annyira nem stresszelek rajta. Az első két alkalommal amúgy kimaxoltátok, mert a múltkorinál is azt hiszem 140 per 120 lett, tehát azt is megcsináltuk. Nem történik semmi, hogyha most nem lesz meg. Nyilván én is szóltam ismerősöknek, hogyha tudják, akkor nézzék meg kattintgassanak. Az égvilágon semmi nem történik, hogyha nem lesz meg. Nem lehet, fog meg a söröm. Nyilván, srácok, én tökre hálás vagyok, hogyha valaki segít ebbe, meg fordít rá időt és csinálgatja. Igazából ugye ez egy ilyen ingyen támogatás, hiszen nyilván nektek ez az időtökön kívül semmiben nem kerül, hál' Istennek, még csak letölteni se kell. Várjátok meg, közben frissítenek a játékok. Mindjárt tudom indítani. De nincsen semmi gond, hogyha nem lesz meg. Így van, what the fuck, te mint a bot felelős, ezt neked kell tudnod a legjobban. Úgyhogy azért te vagy a felelős. Na, Dave the Diver. Azt mondja, Dave the Diver. Meg tudod, úgy vagyok vele, hogy igazából egy stream van belőle, akkor úgymond porondon van a játék, de utána igazából egy hétig van kint a promó rész, tehát hogy így lent lehet kattintani ugye a bannerre, a chatbotban benne van a szöveg, tehát igazából, hogyha így a hét során jönnek még emberek, és így az alapján megnézik, oké, ha nem, nem. Én megteszek mindent azért, hogy az infót eljuttatom nektek, mert Dave the Diver, második, ugye? Igen, mert csak egy stream volt ebből. Ringat a víz. De hogy így többet streamre nem nagyon szoktam hozni azon kívül, hogy egyszer, amikor streamelem, akkor ugye el van mondva. Úgyis játszunk vele minden nap, tehát igazából azok az emberek, akikkel ugye így egy klánba játszunk, mi nyomkodjuk minden nap. Ha valakinek megtetszik és játszik velünk, oké, ha nem, nem. Tudom nagyon jól, hogy egyébként sok olyan ember van, akiknek ezek a típusú játékok vagy nem jönnek be, vagy bejön, de nem is akarja elkezdeni, mert túl sok időt visz el meg energiát. Kinek mi? Na, Dave the Diver. Igen, átírtam. Ugye? Meg tudjátok erősíteni, hogy átírtam? Melyik szerverem vagytok? 168. Átírta? Köszi. Ezzel nincsen baj, Junior, hogyha lassan haladsz. Senki nem kötelező. Ezek egyébként azért, legalábbis szerintem azért jók, mert elpötyöksz vele, amúgy nem maradsz ki semmiből, hogyha nem maxolod folyton. Érdemes mondjuk naponta belépni, hogy legalább leklémele tudod az ilyen login rewardokat. Azt úgy el vagy. Mély levegő is mehet, ugye? Jól van. Mély levegő! Amúgy sikerült már kimaxolni ezt a Dave the Diver játékot. Hogy mi? Fegyver armor, ha igen, milyen Imhotep, rá nem repültem, nem veszek semmit a hán, mert ugye legutóbb lebanoltak, és elvették az összes goldomat, úgyhogy most csita van. A raidet tolom, tehát abból veszem ki az armort. Én az armorra mentem, nem a fegyverre, de ékszereket azokat nem veszek. Ami esik, azt megpróbálom eladni. 158-on felfele nem tudok költözni. Ó, komolyan nem enged?
Ja, kaptam egy egynapos Bandcamp. Na! Oké. Ott tartottunk, hogy kameralencsét szereztem, motor és kompjúter chip kell, és jelenleg nem tudok semmit se fejleszteni. Ugye? Yeah, ott tartottunk. Igen, mert 33 pénzem van. Most kell akkor egy ilyen loot szerző dive. Amúgy Miucsi mondtam, hogy lehet egyébként így akár backseatelni, akár infózni, mert van, aki már előrébb van, én meg sokszor balfasz vagyok, úgyhogy... Na, figyeljetek, ilyeneket gyűjtögetek, ez biztos, mert ez kell a csajnak. És mi lenne, ha most csinálnánk egy olyan merülést, hogy nem megyünk mélyre, hanem így fönt ezeket a csirahalakat szedem csak ki. Nyugodtan relaxálj, Miu, most ez nem olyan. Tehát mi van akkor, hogyha... Aha, mi van? Azt nem büntetik? Elektromos izével lövök? Hát szerencsétlen hal az mit kap? Ez bántós hal? AD. Ó! Ja, hogy ez az? Na, húzod össze magad? Az igen? Várjál, ezt még csak most kaptam el először. Jó progressz van benne, Zed, igen. És iszonyatos mennyiségű poén. Tehát az a durva, hogy azok a gegek, amik van... Na. De figyelj, én nem vagyok most rest, beléd is beléd lövök. Hopp! Na ennyit a bántó... Úristen, szegény hal, hát ezzel mi történt? Rá, azt egyébként meg kéne csipni megint, mert azt... Ne, pont nem! Nem á! De hogy? Á, így lepattanok róla. Ennyire ne szépítsük a dolgot. Most így a búváros játékról láttam egy másik játékot az Epic Store-ban, a Beyond Blue. Érdekes nézni. Nem vágom. Azt nem láttam még. Oké, kaptunk egy banhammert. Na, azt a nagy halat... Ezt meg tudom áramozni? Hú! Mi van? Hát ezt eddig nem tudtam... Ezt eddig nem tudtam megszerezni. Oké, na most már túl vagyok terheve. Tudjátok mit? Nem kockáztatunk, fölmegyünk. Tényleg a harpoonomat fejlesztettem egyesről kettesre, és lehet, hogy azért. Az mondjuk jó. Oké, ott már... És akkor megülhetünk még egyet. Most legyünk... Most próbáljunk meg greedy-k lenni, és menjünk nagyon mélyre. Végül is most volt egy jó fölhozatalom, úgyhogy most ignorálunk mindent, és megpróbálunk lemenni. Mert ugye az a kompjúter lencse, meg a mit tudom én mi. Oké, a blueprint az jó. Nos, mert egyébként arra kell rámennünk, hogy minél többet fejleszek ezek szerint a harpoonon, mert amiatt
Már ezek nem is súk. Janice, te hány óra alatt maxoltad ezt ki? Aj, Zsófi drága, nagyon szépen köszönöm. Imáron a 3 évet, te jó ég. Köszi, köszi. Hát figyelj, és most akkor jöjjünk nagyon mélyre. És próbálunk most hasznos lootot felhoz. Ott van valami. Ott van valami gonosz hal. Ha jól láttam. Aha. Azt meg kéne lőni. Az azt hiszem el fogja altatni. Ha, elaludt. Ha! Jó, ez így hasznos. No menj már, az mi? Mi van? Activate. Miért van olyan érzésem, hogy abba belehalok, ha azt aktiválom? Várjál. Csak a gonosz halapara. Itt van egy oxigéntöltés. Aha. Lerakható akna. Aha. Tehát azt lerakom és beleúszik a gonosz hal. Nézzük meg. Akku! Most azonnal menjünk föl! Harminc kilós vagyok, úgyhogy húzzunk haza! Igen, csak túlterhelve figyelni kell, hogy sokkal jobban fogy a levegő. Ugye itt volt valahol egy... pod. Talán itt jobbra. Hát csak ne legyen semmiféle ártó szándékú hal itt a környéken. Nem, az nagyon nem volt barátságos ez a hal. Mondjuk altató lövedéken van. Jó, itt a pod. Már megyek is föl, babám. 23 óra körül fogytak el a questek. Már van, amelyikötök 23 órát beletett a játékba? Ti kemények vagytok. Na, viszont a hush dartot kimaxoltuk. És hoztam föl nagyon sokat. Na, itt van az app. Oké, applicant listünk megvan. Na, menjünk a sushi bárba. Ugye most kaptuk meg a második embert, akit a szórólapozással fölvettünk. Na nézzük.
Tehát van egy pincérnő, és arról beszélgettünk, hogy ugye a konyhába kell valaki. Aha. Cooking 78-23-3-6. Mi? Hát James-t hozzuk. 78-as cooking skillje van. Cooking serving... Nem. Ő kell. Select, hire. Most őt fölvettem? Not enough hiring found. Nem már, hogy ő 550-be kerül. Ó, Istenem, hogyan csináljak pénzt? Sell. Ez 5 goldos sell. 5. De itt mindent egyért adok el. Nem tudok annyit összeszedni. Ó, a francba. Sose adtál el semmit. Hát én se akarok. Igazából 43 pénzem van, szóval... De senkit nem tudok fölvenni. Na most research-ölni se tudok. Babám. Túl hamar örültem meg emnek. Remélem, hogy később is fel tudom venni. Elfejlesztek mindent. Ne, abból legalább több pénzünk lesz majd. Jó. Elfejlesztettem mindent. Úgyhogy akkor most rakjuk föl a menüre a drága dolgokat. Még az pont nem drága. Mert ez 9, 13, ez 13. Ezt szedjük le. Ja, nem szedünk le. 9, 10, 8, 26. Mi az a 4? 4-ért ki se akarom rakni. Amúgy ezt meg nem biztos, hogy megéri egyébként bepakolni az összeset, mert lehet, hogy meg se veszik. Így van, ki kell állnom a sarokra, hogy legyen pénzem. Na, ki akar teázni? Nekem csak a tea a lényeg, minden mást a csaj csinál. Úristen, várjál, jövök, tea. Nem jó, mert az ott már mérges tea lesz. Engedd el! Jó, az besokalt, azt nem tudtam megteáztatni. Igen, takarítás. Az a helyzet egyébként, hogy a csávó az... Ja, mondjuk, de most be tudok segíteni egyet. Futi! Csak akkor van értelme nekem beállni, kiszolgálni, hogyha a csaj éppen úton van, amíg a szakács elkészül valamivel. Például most. Hát ezt odaadom neki, dagat vagyok, közel van, úgyhogy kevesebbet kelljen nekem futni. Megmaradnak? Tudom majd fejleszteni őket? Az jó. Na, már az is elszaladt? Tessék! Á! Csomó negatívat fogunk most kapni. Ne már! Ne! Ne! Hadd érjek oda! Az nem is neki kell. Fuck.
Jó, mindegy, így is kaptunk valamennyi pluszt. 216. Hát igen, ez a baj, hogy most a rétingem az viszont jó lement. Dől alé. Na jó. Hát akkor szottyos búvárkodásra föl. Na, ilyenbe például segíthettek. Mi az irány, amit érdemes követni? Tehát pénzt kell csinálnom nyilván, minél többet, ahhoz, hogy a cuccaimat fejlesszem. De ahhoz is pénz kell, hogy fölvegyek embereket. Tehát, hogy mire érdemes rámenni itt a merülések során? Tehát hozzak föl sok csicskahalat innen mondjuk, és azokkal az alaprecepteket zúzzam föl jó magasra fejlesztéssel, és akkor azok is sokba kerülnek. Vagy ti ezt például ignoráltátok, és inkább mentetek minél lentebb, minél hamarabb. Lefele? Igen? Hát jó. Csak eddig lent mindig meghóltam. Nem az lenne a cél, hogy olyan alapanyagokat hozzak föl, amiből fejlesztem a dolgaimat? Mert itt van ilyen zöld dagadt hal. Ezzel mi baja van? Miért nem tudtam azt fölvenni? Amikor elaludt. Na, vadd meg, abban meg rá, arra ráfogtam. Hú! Na, jó van, takarodjál már, hát hogy nem találtalak el. Na, most már itt arra számítok, hogy itt nagyon-nagyon gonosz és nagyon nagy halak lesznek, amiket meg kell ölni. Na, te szomorodjál meg. Ott van egy felkiáltójeles láda, az viszont kellene a questhez. Na várjál, oda hogy jutok be? Az ott a baj, hogy nem halt meg. Jaj, ne, de itt megint ilyen izé van. Halló, na, a mikrocsipet ad ide? Ha, hogy megyek már még le? Várj, mert most már még O2 is kell. Igen, ott most megvárom, míg elmegy az áramlat, és utána följövök. Fölveszem azt a csipet. Innen csak nem húz ki. Jó, most még nem kell az izé. Na várj, itt van a harmadik. Megvan a quest! Oh, micsoda ele... Valami elektronyosat szereztem most.
Ezekkel az áramlatokkal kell nagyon vigyázni, gondolom. Jó, túlsúlyos vagyok, akkor nehezebben fúj el az áramlat is elméletileg, nem? Na ez mondjuk most jól jön. Talán ez a harmadik hiányzó bón, nem? Lehet. Na, csak most viszont kellene egy pod, amivel kimegyek. Ott van az oxigén. Ez most még nem kell. Ott van egy fegyver. Jó, és ott van az a gonosz hal. Oda már nem akarok menni. Okay, basic underwater tool. Na jó, akkor menjünk föl. Még ilyen kis cuccokat szerezhetünk, az még annyira nem nagy baj. Egészen addig, ameddig teljesen túl nem terhelődök. Jó, tartsunk meg egy kis boostot arra az esetre, hogyha valami gonoszság jönne velünk szembe. Az például gonosz, de azt lehet, hogy le tudom most lőni. Wow! Kisütöttem a halat! Tranquil dart. Nyugi, te is dagi vagy, én is dagi vagyok. Tartsunk össze. Aludjál el. Na mi van, nem tudsz elaludni? Dehogy nem. Oké, na most vagyok totál tele. Tökéletes. Itt a pod. Mehetünk is ki. Azt már se tudom vinni. Nem baj, nem kell kötél. Ez most így egyébként egy jó taktika, amit csinálok. Vagy nagyon sok mindent kellene ignorálni, és csak le. Mondjuk most azért álltam meg, mert a questet sikerült triggerelni. Oké, 500 gold! Na tessék, már föl is vehetem az emberemet. Nagyon jó. Akkor majd föl is veszem. Jó, ezt most mondjátok meg, hogy melyik lenne a jó választás. Minden ignor, és menjek le? Vagy valamit most próbálj, mert igazából most azt sem tudom, hogy miért nem triggerelődött a csávónak a questje. Mert hogyha fegyvereket meg alapanyagot hozok föl, az fix fejlődés. Tehát, hogy gondolom ezt is érdemes lenne egyébként így szépen lassan építeni. Ez bazd meg, ez a csilingelés, ez kikészít. Ott egy muréna, az minket nem érdekel. Aha, viszont itt offos a téma. Igen, erre gondoltam én is, hogy mi lenne, hogyha rámennék arra, hogy az ilyen pici halakból nagyon sokat fölhozni, hogy ha ugyan pénzt nagyon nem is kapok belőlük, de föl tudnám húzni nagyon magasra a receptet, amit főzök belőlük. Én értem, hogy a picikben nincsen pénz, de aki a kicsit nem becsüli.
Nem? Vagy rosszul gondolom? Azért jó lenne mindegyiket fölhúzni olyan szintre, hogy igazából ha hozok föl, akkor mindenképpen legyen benne money. Na, ez például új volt. Hát az meg a másik, hogy nem a méret a lényeg. Hú, pihe, amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a holnapi játék így kóba. Amúgy a platforma Steam lesz, jó? Úgyhogy... Ja, de azt szerintem beszéltük is. Úgyhogy este majd megveszem neked a játékot, és akkor küldöm. Jó, ez ilyen tranquilos. Most is már kezdek túlterhelődni, de most viszont megint van nálam csomó hal. Szerintem amúgy nem hiszem, hogy olyan rossz gondolat, hogy így fejlődjünk. Ne bázzeg. Csak jobb ívbe úszol a nem létező íveiden. Hú, asszal nem is tudok mit kezdeni. Na, hányszor kell téged meglőni? De ezeket a piciket szerintem amúgy lehet, hogy valahogy úgy kellene tovább menni, vagy fejleszteni a dolgokat, hogy amikor ugye a szigonyomat, ha fejlesztem, akkor egyre nagyobb halat tudok azonnal behúzni, és nem kell vele így szopakodni. De nyilván nem jó, hogyha meghal. Azt tudjuk. Az mi? Red Sniper? Na nesze! Na, azt már nem is tudom. Na ez lesz a fegyver, ami nekem kell. Hát ez a Red Sniper, ez már level 2-es. A nagy hal sok helyet foglal, igen, tehát ahhoz viszont kell az inventory, azt látom. Viszont én amondó lennék, hogy simán megéri olyat csinálni, hogy nagyon pici halból valami gusztustalan mennyiséget fölhozol, és azzal felfejleszted a receptjét. Azért majd nézd meg, hogy level 20 mit fog majd tudni, akit fel akarsz venni. Level 20. Nem is tudom, hogy hanyas szintű volt ez a csáva, akit fel akartam venni. Az level 20 volt? Ja, hogy ezek tippek. Ah, jó, jó. Na figyelj, 700-an van. Tehát most például add stuff, nem? Control. Ez level 1-es. De nekem kell valaki a konyhába, srácok. Na most mondjuk az a kérdés, mindenképpen kell egy ember a konyhába. És ez egy 78-as cooker lenne, James. Nem látjátok a statjaikat. Nézzétek csak. Ezek közül ti melyiket vennétek fel?
Mi az, hogy a select alatt van? Details. Ja, hogy level 20-on ő 800, aha, értem. Tehát ő 869-es cooker lesz. Ő 260-as serving. Mi a fasz? Várjál már, ő 1497-es lesz a konyhába? És ő csak Charlie, ő csak 113-ba kerül. Hát ez egy szar. Billy is egy fos. Hallod? Ezek alapján viszont akkor Charlie kellene, nem? Hallod, mekkorát megy Charlie? Oké, mi kellhet vajon a konyhába? A két skilljüket is néz. Igen, ezt akartam kérdezni. Cooking ability increases permanently. 5% chance of increasing the number of plates. Oké, konyhába keresünk. Cooking ability 10% chance of increasing the number. 5%-kal több. Viszont valami 600-zal majdnem több a cookingja. De ahhoz is rengeteg pénz kell, hogy fejleszd. Jó, ezért kérdezem, hogy ezt ti tudjátok, akik már játszottatok vele többet. Most konyhába keresünk embert. Konyhába akkor vegyem föl James-et, vagy vegyem föl Charlie-t, akinek ugyan jelenleg konkrétan csak 3-as a cookingja, cserébe Jamesnek meg 78-as. Tudod cserélni kézzel, level 20 messze van. Hát akkor viszont James, nem? Ja, majd amikor már közelebb vagyunk ahhoz, hogy valakink legyen level 20-as, akkor gondolkodjunk ebbe, de most jelenleg level 1-en szerintem konyhába fölvesszük James-t. Így, és add stuff, és berakjuk konyhába James-t. És szerintem most ne adjunk föl új hirdetést, mert az is 50-be kerül, és fölösleges, mert nem tudok vele mit kezdeni. James jó lesz this path-re. A mi az a this path? Nem a kitchen? Tehát nem kitchenbe raktam őt? Na erről beszéltem, hogy érted? Fölfejlesztettem ezt is, már level 5-ön van. És 33 pénzt hoz ez a izé. Mondjuk ez a sárga hal, tehát ez nagy hal. Na nézzük, ez 6 gold. 17, az mehet a menüre. 26, de csak egy van belőle, 8. Erre itt mi van? 16. Ez 11, de ebből van 6. Mondjuk nem tudok annyit kiszolgálni igazából, tehát hogy az viszont nem érdemes azt szerintem úgy berakni, hogy amúgy annyit úgy se rendelnek. Tehát ilyen, akár ilyen egyeket is megéri. Na nézzük, tehát ott van, és akkor most ott van a csávó, nézzétek. Én arra a játék felénél jöttem rá, hogy lehet ezt csinálni. A várószobában lévő embereket majd el tudod küldeni naponta nyersanyagért. 8 olívaolaj, só, várjál, stuff, waiting room. De most én használni szeretném őt. Szerintem először használni fogjuk. Aztán lehet, hogy majd akkor küldjük így dispatchre, hogy akkor olajat, sót, meg ilyeneket hozzon. Na jó, open bar.
Lássuk most, mennyit termelünk. Tehát most a rendeléseket konkrétan két ember fogja készíteni? A francokat. Ugyanúgy csak... Mi? Akkor mit csinál az a kicsönbe? Hé! Mit csinál? Ő gyorsabban készítem el az ételt. De hát akkor viszont kellene sokkal több felszolgáló vaze. Úristen, nagyon messze van, hát addig ötször elfárad a karakterem. Aha. Hát várja, hát ez így viszont akkor nagyon nem jó. Tehát így, hogy ki... Üha. Hát így viszont kell másik pincér. Hát én olyan dagat vagyok, hogy ki se tudom vinni a kajákat. Hogy vagytok ennyien? Nincsen stop? Hallod, megteltünk. Ne engedjetek már be több embert. Hát ki se tudja vinni a dagat seggem. Hát nézd meg! Úristen! Az se érdekel, ha a végéről elmennek. Ott van valami a végéről... várjál már, hát mi történt? Mi az ott? Ez mi? You won't be able to produce food if you run out of wasabi. Mi van? Hát de már rég bezár az étterem, mire végzek ezzel a fossal. Húha. Hát de várjál, hát ez sokkal bonyolultabbá vált. Hát mi a szösz ez? Hát ez hogy? Hát alig kerestem pénzt! Én nekem nem kell James! Egy csöcsös felszolgálót akarok, aki sok pénzt szerez nekem. Hát szinte semmit nem kerestem. Jó átvertetek. Haver! Hát James, azt azonnal nyugdíjazzuk szerintem. Drágább sushi kell, tehát akkor nem jó a kis hal. De jó a kis hal, hogyha nem ilyen, tehát érted? Aj. Aj, ez sokkal bonyolultabbá vált most. Ó, most már lehet pénzem. Cobra Shop Open. Most el tudom adni azt az aranyrögöt, amit tojt nekem az a delfin. És majd ha csinálod a menüt, majd ott be tudod állítani, hogy értékbe nézze, és onnantól tudod, hogy mit kell folyton szerezni, ezzel többet fogsz keresni. Ó! Na majd akkor azt, hogyha a menüt rakjuk össze, akkor szóljatok, hogy az hol van, mert azt most én nem is láttam. A kishalból magas szinten sem lesz drága sushi. Na jó, de nem kell mindig rögtön a nagy pénzre menni, nem lehet alulról építkezni? How about taking this underwater camera video? Ó, nem á, még pózoljak is a víz alatt, mi? A menü tetején van, de majd szóltok. Jó, köszi, köszi. Itt akkor gondolom van egy ilyen szűrő, amit be lehet pöttyinteni. Na várjál csak ezzel a shoppal, mutassad? Ja, nekem nem ez a shop kell. Sell. Itt a aranyrúd. 500 ér. Adjad el neki, de nagyon gyorsan. Jó, most megnézem a mobilomat, mert a mobilom... Mi a szacsi, ezt miért iszol? Ezt, az Echo Watcher. Ez még nem. Ó, Skullt kellett volna szerezni. Ezt deliverelni tudjuk. Az 20 pont. Level 2-es lettem. Echo Health Braceletet kaptam érte. Oké, és akkor itt látom például a Research Shell 2-höz olyan kicsi shellt kellene hoznom. Pink Sea Shell. Meg kell még Red Lion Fish. Jó, ezeket akkor mindenképpen kell neki fölhoznom. Jó.
Jó, a matrica gyűjteményt azt hagyjuk. A kukztán elfelejtettem lájkolni, várjál. Hoppá. Oké. A csávó, az mit tud? Várjál, de ezt miért craftoljam le? Owned one, owned one. Ezt pedig, ezt le tudom craftolni. Hát, craftoljuk le. Ez az animáció, ez zseni. Ja, várj, ez új! Erre nem voltam felkészülve. Hétszáz pénzem van. 444, na figyelj, a 700 pénzből konkrétan tudnám a harpoon gunomat még egyel följebb vinni. Mit mondanátok? Harpoon gun, tehát hogy könnyebben tudjak halakat, vagy esetleg cargo air tank kombó? Előbb az inventory, jó. Cargo, level 4. Oké, ezzel kilőve. Ez 600. Viszont az mekkorát ugrik? 28-ról 42-re. Én inkább felszolgálót vennék fel. Amúgy igazad van, Vatta, csak most nem kerestem embert. Airtankot húzzam följebb? Vagy várjak a pénzzel és csak a cargo box? Amúgy 675 lenne, és nem tudok még eladni dolgokat? Gunt nyilván nem adok el, ez 5-be kerül, 3, 5, mondjuk ez 20. Ebből eladok 10-et, az 200 pénz. Ez 5. Lead ore, de várjál, már csinálok pénzt. Tudom, hogy ti soha nem adtatok el semmit, de én ilyen csóró vagyok. Pearl, 100. Deer. 45 a Silver Ball. Big money. Mi, Jézusom, mi ez? Azt se kell, mert azt már leadtam. Na várjál már. Na gyere apához. Na. Cargo box. 1375, aha, az már sok. Még annyira nem szoktam mélyre menni, tehát szerintem ez a 150 méter, ez jó. Majd hagyjuk meg az 500-at, lehet, hogy abból tényleg egy csajt kellene venni magunknak. Ha megmaradt a többi jelölt, akkor tudunk fölvenni másikat, igen. Most viszont akkor rommá tudjuk magunkat lootolni, és azt mondjátok, hogy aha, most megint kaptam egy jelölést. És azt mondjátok, hogy nem érdemes akkor a kicsi halakkal foglalkozni. De amúgy tudjátok nagyon jól, hogy én nekem az OCD-met bántja, hogy azok mondjuk nincsenek fölhúzva, és biztos, hogy mindennek van egy max szintje, nem? Most ezzel meg mi történt? Tíz a max? Én szeretnék fölhúzni mindenkit 10-re. Vagy minden receptet 10-re. Butaság? Igen, a zöld dagi hal, azt tudom, hogy jó, egyszer már fogtam egyet. Viszont akkor most már tudom, hogy az érceket, ha hozom föl, az drága.
Na azzal meg mi baj van? Megijesztettem? Elfingotta magát? Köszi a klippet a fejlesztésre, ez jól néz ki. Ez így paralizálódott? Vagy mi a tök? Na, ott van fönt megint az a foshal. Arra, hogy ívesen kell ráúsznom. Várjál, és mi van, ha először kap egy ilyet? Ha, azt nem kapja meg. Az Isten verjen meg téged! Ez most komoly. Szét fogom szivatni ezt a tetves halat egyszer. Hát tök mindegy, hogy mit hozok fel. Érted, rá akartam lőni először azt a tranquil, vagy mit tudom én, az lepattant róla konkrétan. Ah. Nem hallgatok rátok, most merülünk egy olyat, amikor kifogok 90 darab kicsi halat itt a tetején. Ez való nekem, érted? A snecikre vadászás. Érted, kifoghatok 42 kilónyi kis műtyűrt. Most megint azért, mert greedy voltam, elbuktam mindent. Szia, Meta. Ó, de hát téged arcon lőttelek már konkrétan. Hát most konkrétan rámegyek a mennyiségre a minőség helyett. Mondtam neki, igen, hogy csukja be a szemét. Hoppá. Nem baj, a sokból egyet eltalálok. Vagy nem. Belövök a tömegbe, az a biztos. Olyanra szeretném felfejleszteni magam, hogy a cápába is csak így belelőjek, és így azonnal elkapjam. Most volt az arénás jutalomosztás 9-kor. Aha, tehát akkor egy órával később. Azt megnézed, hogy első lettem? Kaf? Vagy visszaütött a srác, és akkor viszont lejjebb kerültem. Szerintem visszaütött, és lejjebb lökött. Azaz, gyertek, ússzatok csak ide. De ez szétdurran az a hal, ahogy rálövök. Hoppá. Bocsánat, lekonyult.
Tudja, hogy azért is jár valami, hogyha minden receptemet fölhúzom 10-esre. Úgy már 25 kilónyi. Első lettem? Akkor nem ütött vissza. Vagy lehet, hogy visszapróbált, csak pont nem sikerült neki. Ajaj.